A nyílt nap vendégeinek fogadására készülődnek Cereden, a Nemzetközi Művésztelepen. A kialakulóba lévő kiállítási terekkel már ismerkednek az első látogatók. Az udvaron felállított sátorban is gyülekeznek a rendezvény hivatalos megnyitójának résztvevői. Idén Szeparált terek címmel rendezték meg Cereden a 22. Nemzetközi Kortárs Művésztelep alkotótáborát július 25-e és augusztus 7-e között. 11 országból 29 képzőművész részvételével. A hazai alkotók mellett többek között Hollandiából, Németországból, Csehországból, Belgiumból és az Egyesült Arab Emirátusból érkeztek vendégek. A meghívott alkotók munkáit a nyílt napon tekinthették meg az érdeklődők, akiket elsőként Tajti Tibor, Cered alpolgármestere köszöntött. Hangsúlyozva a művésztelep jelenlétének fontosságát és azt, hogy az alkotások kiállításaival a világ számos pontjára viszik el Cered hírét. Az alpolgármester után Salgótarján polgármestere szólt arról, hogy nem csak a múltban, de a jövőben is támogatni fogja a Nógrádi megyeszékhely önkormányzata a művésztelepet, ahová most először Salgótarján 5 testvérvárosából is meghívtak alkotókat. Az idei művésztelep Salgótarjánnak még többet jelentett, mint az előző években, hiszen az ezévi művésztelep összehívására, illetve előkészítésére Csabával abba állapodtunk meg, hogy idén Salgótarján testvérvárosainak művészeit is meghívjuk a művésztelepre. És úgy gondolja a város, hogy nem Cered érdemeit és nem Ceredre rátelepedve, de mindenképpen a művészeket támogatva további elképzelése is van a városnak a művészteleppel. Így személy szerint nekem is Csabával együtt, hogy fejlesszük ezt a művésztelepet. A Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep az európai művésztelepek között azokhoz tartozik, amelyeknél évenként más-más tematika szerint zajlik az alkotó munka. Cereden maga a település, annak hagyományai, használati tárgyai és a falut körülvevő táj kínál gazdag lehetőséget és ösztönzést az alkotó munkára. Ezzel a Nemzetközi Művésztelep egyedi kortörténeti dokumentumot hozott és hoz létre az utókor számára. A tábor területe folyamatosan bővül, idén kortárs tájház nyílott, de újabb és újabb épületek alakulnak át autentikus alkotó műhelyekké, kiállító terekké. Hogy ugye maga ezek a paletták, illetve az ablaktáblák nagy része a Salgótarjánból bontott épületekből lettek kimentve, és nem a szeméttelepre vagy elégetve lettek, hanem egy újragondolás közepette a művészeknek lett felajánlva. A nyílt nap vendégeit idén a galériák kiállítása mellett könyvbemutató, performance, videóinstalláció várta. Volt Szeredi Faradok és Pálinkák kóstolója, és emellett Szőke Attila gitármuzsikája szórakoztatta a vendégeket.